Jó estét kívánok! 8 millió eurót kap Magyarország az Uniótól a migrációs hullám kezelésére. Szakemberek segítenék a bevándorlók azonosítását és a kérelmek hatékonyabb elbírálását. Budapesten tárgyalt az Unió migrációs biztosa. Nem szlogen a szolidaritás az Európai Unióban. Ezt hangsúlyozta Dimitris Avramopoulos, aki további támogatást ígért Magyarországnak. My message here. Azt mondta, a mai üzenetem egyértelmű. A bizottság folytatja a Magyarország támogatását. Az önök országa mellett állunk, hogy meg tudjanak küzdeni ezzel a kihívással az európai szolidaritás szellemében. A 8 millió eurós támogatás mellett úgynevezett forróponti csoportokat telepítene az Unió Magyarországra. Szakértők segítenének azonosítani a bevándorlókat, illetve a kérelmeket. Nem híve az egyoldalú megoldásoknak a migrációs biztos. A kerítéssel kapcsolatban azt mondta, ezek csak áttolják a problémákat egy másik országra. Szijjártó Péter megvédte a déli határzár tervét. Egy ilyen ideiglenes biztonsági határzár, lánykori nevén kerítés, az illegális, tehát a törvénysértő határátlépés ellen van. Ugyanis egy ilyen kerítés nem gátolja azokat, akik törvénytisztelő módon lépnek be Magyarország területére. Szijjártó Pétert egyébként váratlanul érte, hogy az Unió szakmai segítséget nyújtana a menekültügyi helyzet kezeléséhez. A külgazdasági és külügyminiszter eddig úgy tudta, az Europol és a Frontex szakemberei az Unió területén kívül segítenének az ellenőrzésben.